Na, hello, hello! Szevasztok, srácok! Üdv mindenkinek! Mi a helyzet? Hogy vagytok? Mert egy kicsi streamelési problémákba ütköztem itt a nap elején. Megint váltanom kellett szervert, hát nem volt jó tovább már Varsó szervere, úgyhogy Viennával működünk per pillanat. No de, úgy döntöttem, hogy Arnó kalandozásait fogjuk folytatni tovább. Assassin's Creed Unity, és mindjárt meg is láthatjátok. Szóval ennyi, ez a map. Ezt a belső részt itt gyakorlatilag majdnem teljes egészében kimaxoltam. Vannak még olyan ládák, amiket nem tudtam kinyitni, mert ezek olyan típusú ládák, ami... Hát mondjuk úgy, hogy magasabb skillek kellenek hozzá, hogy ki lehessen egyáltalán nyitni, tehát ilyen alacsony szinten nem lehet. Úgyhogy, ja. Mondjuk ezt a ládát még ezt nem nyitottam ki, de ezen kívül gyakorlatilag az összes dolgot megcsináltam. Jó. Na, úgyhogy, már el is felejtettem, olyan régen játszottam, már el is felejtettem, hogy hol folytatódik a történetünk tovább, úgyhogy utazzunk át ide. És akkor beszéljünk a renddel, mert ugye az a következő küldetésünk. Na jó van, látok is akkor a másik nézetre. Szóval, megnézzük először a bevételt, mi a helyzet a bevétellel. Bevétel beszedése. Na mennyi. Egész jól fial egyébként. Egész jól fial. Elég gyorsan össze fogjuk tudni szedni. De még van egy-két ilyen kávéház, amit nem tettünk, hogy nem vettünk meg, meg nem renováltunk, úgyhogy azokat még meg lehetne csinálni. Jó. Ja, tényleg azt elfelejtettem mutatni nektek, hogy nézzétek csak milyen menőkardom van. Egy katana. Durva, mi? Ezt a kardot mindjárt mutatom nektek. Fegyverek, egykezes. Ezt a kardot 25 ezer pénzé vettem. Úgymond elég drága volt, de most már egész jól keresünk. Szóval megvehettem. Illetve egy kicsit fejlesztettem Arno öltözékén is. Egy kicsit menőbb legyen. Amondó vagyok, hogy lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy változtassunk színt. A narancssárga annyira nem tetszik. A milyen zöldes árnyalat, jó. Ez nagyon jól néz ki. Vagy fekete? Ez túl kihívó. És ez? Az is egész jó. Az is egész jó. Kár, hogy nincsen tiszta fekete. Ezt bírnám. Lila. Lila is van. Hát... túlságosan intenzívek ezek a színek. Mondjuk legyen most ilyen. Ugye ezt meg kell vásárolni? Ah, oké, ez nincs meg. Hát, mégis ez nagyon hasonlít hozzá. Úgyhogy akkor most ezt felöltjük. Felöltjük ezt a szettet. Kicsit ilyen kékes. Kicsit kékes színezete van. Jól van. Na. Így nézünk ki. Induljunk neki. Jelentsünk. Per pillanat egyébként egy képességre gyűjtünk. Hát az lenne a legjobb, hogyha összegyűjtenénk még 6 darab képességpontot. Ugye mutatom nektek. Nem itt van. Nem itt van. Itt lesz vajon? Nem ez lesz az. Ez az. Ez az a képesség. 10-be kerül. És már elérhető, szóval... ez nagyon jó. Sok pénzzel
sok pénzt meg tudnánk vele spórolni, és nem mellesleg harc közben is nagyon jó szerepet tenne. Illetve nagyon jó jön. Na. Na nézzük, hol állunk most? Ugye a koldusok királyát nyírtuk ki legutoljára, tehát az volt a cél. For months, I have been wrangling the Brotherhood, the National Assembly, and the King. Taken all together, they have the political acumen of an especially stupid village council. I believe that excuses my appearance, young man. I meant no disrespect, Mentor. I'm only concerned. Forget me, Arno. Weep for France. But enough politics. I hope you have happier news. What of Lord de Lassay's murderers? The King of Beggars is dead. He was carrying this. Ez volt nála. Jó kis pisztoly ez. You should keep it. It'll do no one any good holding in a forgotten crypt. Carry it with honor. Thank you. I will. The mission. Mi a helyzet a küldetéssel? Így van. Templars do nothing simply, do they? Do you have anything solid on this mysterious chess player? The only lead I have is the instrument that killed de Lassay, a pin fashioned by a silversmith named Germain. But how he's involved, I can't yet say. It seems your course is clear. Find the silversmith, learn what. Ja, meg kell találnunk az ezüstművest, Germaint, aki készítette azt a tűt. Megtök egy pillanatot. Egy. Na, mehet helyezkedtem. Jó. No. Everything all right, my friend. Everything is all right. Everything is gonna be all right. Nem egy nehéz küldetésnek írta a játék ezt a küldetést, úgyhogy kíváncsi vagyok rá, hogy ez most mi lesz. Nézzük csak meg. Várjátok, már letisztítom egy kicsit a pályát. Aha. Ide kell eljutnunk. Így. Na, hol van a közelben? Gyors utazási. Itt is van, meg itt is van. Hát kb. Egyforma távolságra. Jó legyen ez. Legyen ez. Oké. Okay. Ilyenkor mindig attól tartok, hogy mellé ugrik. Egy csomó szó volt, hogy mellé ugrott. Nem bír magával, Arno. Egyébként ez így eléggé kevésbé feltűnő ez a ruházat. Nem annyira hivalkodó. Megpróbálkozok a tetőnfutással, meglátjuk mennyire sikerül. Hopp, úgy. Az ablakon azért nem merek bemenni. Hopp. Ó, egész jó. Eddig. Ó, és ide is jöttünk. Na, hát ez egy szép rám volt. Két képességpontot kapunk érte. március 31-e. Well, that's not suspicious, is it? Eléggé jól védik. Oké. Na. Szóval azt mondja, hogy ajtók feltörve megvadított melákok. Jó, tehát azt jelenti, hogy meg kéne.
hogy kint lehet, hogy kellene, vagy lehetne csinálni egy ilyen jó kis cirkuszt. Ott fogok átmenni, mert a másik oldalon vannak fejvadász, vagy illetve mesterlövészek. Oké. Úgy. Az az egy, ja, az itt van, aha, jó. Itt is van valahol egy, aha, látom már hol van. Jó. Hát ez viszonylag könnyedén ki tudjuk nyírni. Oké. Azt a csávót ott meg kéne vadítani. 4 ilyen melákot kellene megvadítani. Jó. Kérdés, hogy van-e 4? A vadító pengéből csak 2 van. Bakker. Ja, akkor lehet, hogy inkább a kintieket kéne górcső alá venni. Menjünk erre. Tényleg itt nincsen senki? Nincsenek, jó. De ez nem egy nehéz küldetés. Most a bónuszokra hajtok. Jó. Itt még őt is. Ennyi. Na és akkor elméletileg valahogy úgy kéne, hogy az itt lévőket kéne. Megvadítani, vajon sikerül-e? Nem, ezek túl messze vannak itt. És az is túl messze van. Hogy is legyen ez? Ha menjünk akkor úgy vissza, azt akkor próbáljuk meg az erkélyen lévőt. Ez viszonylag könnyebb szerintem elérni azt a csávót. Hoppá, mekkorát ugrott. Ez az. Na nézzük. Dőljünk hátra és figyeljünk. Egy melákot. Aha, a kérdés az, hogy mondjuk vajon a többiek megvadulnak-e, mert van egy ilyen is, hogy elméletileg hogyha sokáig verekedik, aha, akkor a környéken lévőek is megvadulnak. Hát úgy néz ki, hogy ez nem nagyon jött be. Hát... Na várjunk már, mert lement ez a bónusz. De az azt jelenti, hogy többet már nem tudok megvadítani. De biztos van itt valahol egy ilyen... shop. Ott van egy shop. Pont ott van egy shop. De mindjárt feltöltöm magamat. 4 ajtót fel kell törni? Hány ajtó van? Ezek hova szaladnak? Ja. Jó. Ja, hogy sikerült. Ó. Ja, hogy sikerült. Jól van. Na, sikerült, srácok. Sikerült 4-et megvadítani, mert látom, hogy most ott már 2 megvan vadulva, és
kettő meg igazából az előző körbe elesett. Na, ez egész jó egyébként. Aha, ott van egy, egy, kettő. És hol van még a harmadik ajtó a kérdés? Vagy ez a... Azt mondja, négy ajtót kell feltörni összesen. És most ott látok egy, kettő ajtót. Hol van a többi? Ah, ott van még egy ajtó, látom. Hopp, valaki meglátott. Nehogy már kijöjjönek! Ja, ott is van egy ajtó. Aha, jó, oké, és látom. Egy, kettő, három, négy. Jó, oké, és látom a négy ajtót. Jó, akkor arra megyünk. Szépen. Oké. Ezt gyorsan kellett csinálni. Itt mi volt? Itt volt valami. Ilyen kifosztás. Jó. Hát... Ó, tök jó, hogy megvan ez a képességünk, mert akkor ez a bónusz nem lenne meg. Megvan. Oké. Megyünk szépen tovább. Kettőből kettő. Ez itt kinyírták egymást gyakorlatilag. Az necces dió lesz. Ezt úgy kéne. Hogy rögtön. Ennyi. Meg is van. És utolsó ajtó. Ah, oké, és... Ez az megvan. Az összes bónusz megszereztük, srácok. Zseniális. Valószínűleg egyébként úgy van, hogy... Germain? Silversmith? Thank God. They've been holding me for months. Please, get me out of here. First, I need to know about this. No time. I'll tell you all I know once we're away. But we must leave. Ja, szóval azért van ilyen sok, mert őrzik. Jó. He'll be watching the front entrance. We'll have to go downstairs and across. Follow me then. Ez a maszk. Vicces. Na, várjatok. Először is. Oké. Okay. Csak megfigyelünk. Megnézzük, ki merre járőrözik, nehogy riasszák a többieket. Oké. Okay.
Keep moving. Ez eddig működött. Na nézzük a többiekkel, mi a helyzet. Ott van lent egy, és ott van még négy darab. Ez viszont elég netsz karika. Ez mondjuk ott van lent. Ott az ajtón ki tudunk menni. Van még. És már több kettő dárdám maradt még. Nézzük meg. Oh. Van még. Már nincsen sok. Hey. Okay. Ezt a kettőt ki kéne. Az a baj, már nincsen munícióm. Talán nála van. Megnézzük. Hát tolvaj kulcs legalább volt nála, nagyon jó. Mi az, hogy can't stop us? Egy vágás, az kész. Oké. Oké. Okay. Jó, hát van ilyen, hogy gyors lövés. De nagyon nagy hangot csinál, soha nem szoktam használni. Jó, az szép volt. Come. We must go. Na, legalább most mindent... Erre? Gyere, menjünk itt, várjam, mert eltöltöm a fagyó eszközöket. Oké, okay, mehetünk tovább. Ja, hogy követni kell. Jó, kis. Na, követlek. Pont erre jött. I made the first some years ago on a private contract. A man called Lafreniere. Kicsit hangosítok rajta, srácok, mert nagyon halk volt. I confess curiosity got the better of me. Recently, I started to look into Lafreniere's background and what I discovered, you wouldn't believe it. He's a Templar. Is that what you found? Yes. I believe so. I didn't know how to take it. In any case, I was careless, and Lafreniere found out about my schemes. Kept me under house arrest ever since. I do as he bids. Mm-hmm. Weapons mostly. Where can I find him? Well,
Lafreniere is a very difficult man. Lafreniere. Ő a következő célpont. I overheard him talking about protecting the shipments at La Halo Blay. Sounded ominous, whatever he meant. Am I ask, why are you so interested in him? He killed someone very dear to me. I want to know why. Hmm. I see. You have my sympathies. They will come looking for you again. Make yourself scarce. Yes, I believe I might. Na, szuper. Egyébként de az még kérdés, hogy ugye most az összes bónuszt megszereztem. És kérdés az, hogy ez ad-e valami pluszt? Jó, hát van némi pénzem, 6 képességpontom van. Jó, és akkor itt folytatódik a sztori tovább. Ezt nem is tudom, hogy kell kiejteni. Azt tudom, hogy a középső az O-nak kell kiejteni. Holöblé, vagy valami ilyesmi lehet. Jó. Na, minden esetre itt van egy gyors utazási pont, úgyhogy ezt tudjuk használni. Szóval át kell kutatni ezt a helyet. A tény egyébként, hogy ennek a játéknak vannak hibái. Például a mászás borzasztó. Nagyon sok NPC van, tehát így gyakorlatilag rengetegen vannak. És egy kicsit idegesítő, hogy mindig belebotlasz. Nem tudsz csak úgy végigszaladni az utcán, hanem folyamatosan belebotlasz valakivel. Szóval a gyors haladás az nem annyira tökéletes. Mutok, itt van egy láda. Jó. Viszont nagyon jó a hangulata, tehát tényleg hozza a kort, szerintem egész jó a grafikája. Nyilván egy mai AC-hoz képest azért van némi olyan dolog, amit lehetne rajta javítani. Nekem azért mégiscsak az Odyssey a kedvencem. Újra emlékszem erre a küldetésre. Where are you hiding? Ez egy nehéz küldetés lesz. Ez egy nehéz küldetés. De már sokszor mondtam ezt, és ez mindig csak az aktuális gírettől függ. Itt van egy címer, azt begyűjtjük. Szóval... ott kéne bejutnunk, illetve valahol ott lehet csak bejutni. Vagy mondjuk itt. Mondom, itt is be lehet jutni. Na, bába is jutottunk. Hopp, hopp, valami történik. Jesus, no signal. Leállt a játék, érted? A küldetés közepette, pedig... gondoltam, hogy... Köszönjük szépen, Ubisoft. Lehet, hogy mindjárt elmegyünk egy kis szünetre. Ez a Steam-es játék, és... gyerekek, nem érdemes Steam-es játékot venni, ami Ubisoftos. Nem érdemes, mert folyamatosan ez van. Na, mindjárt jövök vissza, akkor srácok, mindjárt bejelentkezünk, elindítom újra a játékot.
Na, folytassuk akkor. Szóval itt menjünk akkor be. És akkor valahogy úgy kéne. Ott vannak az őrök, lehet, hogy őket majd kinyírom, de először is ezeket kell itt. Még nincs ugye meg az a képességünk, hogy egyszerre kettő ember tudjak asszaszinálni, mert fontosabb ez az eszköz visszatöltő képesség. Jó. Menjünk tovább. Ja, nyilván ott nem tudtam volna bemenni. Mert túl sokan voltak. Nézzük, vajon elég messze mennek-e egymástól. Á, az meg fogod látni. Szóval az a baj, hogy az... Tehát, hogyha ez a figura máshova menne, és mondjuk innen. Hopp! Mi történt? Volt egy kis buggy. Az. Eddig némák vagyunk. Jó, a kintieket azért nem gyilkoltáztam le, mert ott, látjátok, járőröznek kint, és hogyha meglátják, hogy azok le vannak gyilkolászva, akkor bejönnek. Jó, ezt gondoljuk át. Gondoljuk át, hogyan lehetne ezt megoldani. Oda nem, ide már tovább nem tudok menni. Szóval mindenféleképpen ezt az utat kéne itt követni. Szóval lehet, hogy úgy kéne, hogy átváltok. De hogy már csak egy vadító pengén van, az nem töltöttem vissza. Úgy. És akkor. És ez megvan. Meglátta-e valaki? Igen. Megvan. Kettő. Jó, itt is vannak még lent, de azt kéne ott fönt elintézni, ha lehet. Ez túl messze van. Na várjál, mert ezek egy fal mögött vannak. Aha! Oké, akkor viszont ez jó. Akkor viszont ez jó, oda föl kéne mászni, de vajon hogy tudok fölmászni? Erről? Három pisztollyal való ölés.
az opcionális küldetések közé tartozik. Várjál csak. Oké, megvan. Stay sharp. Something's going on. Hey, Hard. Who's coming up? What's going on? That is a distressingly large number of guns. Okay. La Fenière, the planet's big. Még egy van. Ezt a föntit kéne. Hallja, hogy azt innen tudom, aha. Hát, hogy meg fog látni, nem fog meglátni, várjál, ezt. Szabadáljuk. És majd, hogyha beáramlanak a népek. Na nézzük, vajon sikerül-e. Ennyi. Szuper. Most átváltunk pisztolyra. Hármat kéne kinyírni pisztollyal. Kutasd át. Mit kell átkutatni? Hol? Jó, hogy ott fönt? Aha, oké, föl kell menni. Na hát itt nagyon szépen, csendesen kinyírtunk mindenkit. Ez a Phantom penge, ez nagyon durva. Na, hello. Nem akart bemenni. Na nézzük. Interaktáljunk. Whatever he's planning, it's big. And now I know where to find you. Very big. Grandmaster. It hardly seems safe just to leave these lying around. A kis hamis. Nom de Dieu! Mon Dieu! Aha. The powder stores, they're going to blow! No, of course it can't be that easy, can it? Oké, okay. Indulás, tűnés. Oké. Okay. Igen. Ez a szuper lassítás. Ez nagyon durva. És folyamatosan megy le az életem, értitek? Minél tovább maradok, annál megy le, jobban megy le az életem. Húha. Indulás. Az szép. A harnom meg csak úgy lóg. Na, merre kell menni? Arra vagy arra? Szerintem erre, nem? Hello. Azért fölgyógyítom magam. Úgy. Na! Arno! Úgy. Szóval ez a baj, a fő baj a játékkal az, hogy... Nagyon nehéz az irányítás, és egy csomószor van a játékban olyan, hogy...
hogy ilyen időre kell elvégezni bizonyos dolgokat, és ez így azért elég idegesítő. Na hát, de egyébként nem ad semmi bónuszt. Tehát, hogyha az opcionális küldetéseket is, vagy az opcionális dolgokat is megcsinálod, nem ad plusz bónuszt. Mert itt van egy szinkronizálási pont. Ha már itt vagyunk. Oké. Na, jó, kifogytunk a cuccból, úgyhogy ismételten fel kéne töltenünk magunkat. Upp. És meg is vagyunk. Na, a kérdés az, hogy 8. Na még 2 képességpont kell ahhoz a szuperképességhez. Úgyhogy akkor haladjunk tovább a sztoriba, és akkor... Tudjátok, ha már itt vagyunk... Ó, na várj csak. Ezt akkor már vegyük meg, ha már itt vagyunk. Ugyanis az több pénz. Úgyhogy azt is megszerezzük magunknak. Szerintem 10.000 forint, vagy 10.000 forint, 10.000 franknál többen nem kerülhet. Szóval megnézzük, de szerintem annál többen nem kerülhet. És nem mellesleg egyébként ez ilyen gyors utazási pont is. Na nézzük, 1000, csak 1500. 1500. Szuper. Na, másik dolog. Nem ezt akartam, a térképet akartam megnyitni. És akkor szinkronizáljuk be mind a kettő gyorsutazási pontot, ami itt van ebbe a kerületbe. Ezt megcsináljuk. És akkor haladunk tovább a küldetésekkel. Szerintem egész jól állunk. Tehát így képesség ügyileg is szerintem egész jó. Nyilván kellene még a dupla asszaszináció, az egy nagyon fontos dolog lehet. Ne. Mármint a levegőből való dupla asszaszináció. A beolvadás is nagyon jó képesség. Illetve... Nagyon nehezek ezek a rejtvények. Még így, hogy magyarra is le van fordítva, brutál nehéz megtalálni őket. Hát gyakorlatilag ismernem kéne Párizst ahhoz, hogy tudjam, hogy hol van. Na, szinkronizáljunk be. Jó. Oké, és ez megvan. És akkor itt a következő. Nem tudom, hogy ez egyébként utcai balhé. Azt írta egyébként, hogy még egy, vagy még 2 kell, 8-ból 10 utcai balhé.
Elméletileg egyébként az utcai balhékért is jár egy öltözék. Mondjuk szerintem a Syndicate-ben elég jól megoldották azt, hogy van ez a mechanikus szerkezet, amivel lehet így csúszkálni. De a Syndicate emlékeim szerint nagyon repetitív játék, tehát egy ilyen borzasztóan sokat kell farmolni benne. És nem is az a baj, hogy sokat kell benne farmolni, hanem olyan a farmolás, hogy ugyanazokat kell csinálni. Tehát egy-egy adott kerületben ugyanazt kell csinálni. Ebben is azért van. De a mellékküldetések teljesen mások. Na nézzük meg, mert úgy láttam, hogy ezt őrzik ezt a helyet itt. Ezt vajon hozzáadja. Nem adta hozzá. Ez very interesting. Na nem baj, majd még próbálkozok. De láthatjátok, hogy már harcedzett katona szinten vagyok, az azért elég komoly. Nézzük. Aha, szerintem ez lesz az itt. Aha. Úgy. Egyébként gyönyörű szépek az épületek, nagyon szépen kidolgozták őket. De elképesztő, meg elképesztő, hogy fel lehet mászni rájuk, tehát az... Oké, na akkor megvan ez a két szinkronizási pont, és akkor mind a két részt már gyakorlatilag. Ezt a felső részeket, már az összeset. Úgymond felfedeztük, szóval ide elég könnyű lesz majd utazni. Jó, most leveszem a küldetéseket, és akkor itt folytatódik tovább. Párizsi rend nagymestere összegyűjti az embereit. Apró szentek temetőjében egy támadáshoz végez vele és állítsd meg a támadást. Na most a kérdés az, aha itt van. Hol van a gyorsutazási pont? Menjünk akkor innen. És akkor útba ejtjük mondjuk ezt. De akkor már mehetnénk innen is. Menjünk akkor innen. És akkor feltöltjük a készleteinket. Nézzük meg. Kíváncsi vagyok, mit fog kiírni. Teljesítettél 10/10 utcai balhét. Egy jutalmat kaptál. Csavargó csukja. Hát azonnal megnézzük. Felszerelés, öltözék, fej. Na. Legendás. Legendás csavargó csukja. Ezt kaptuk meg. Ja, de nem ezt kaptuk meg. Csak a csavargó csukját kaptuk meg. Minőségi. Na várjál, mert ezek a középkori. Fosztogató.
csavargó. Varró csavargó csukja. Hát azt hittem már ez egyik durva cuccot kaptuk meg. Na jó. Jó. Oké. Na akkor ez a célpontunk. Szerintem lehet, hogy úgy van, hogy minél többet teljesítek, úgy kapom meg a következő szintű. Most hova megyek? Elfutottam mellette. Bár nem, mert meg lehet venni. De tele. Jó. Várjál, mert hogyha ez megvan, hol van a küldetés helyszín? Így. Oké. Mehetünk. Milyen sok? Milyen sok enemi van, de komolyan mondom, hogy gyakorlatilag ez a városrész tele van enemivel. Annyi van, hogy biztos vagyok benne, de az mondjuk nem itt van, nem ebbe van. Nézzük, hogy ezért kapok-e valamit. Nem, ezért nem kaptam semmit. Jó, akkor nem volt igazam. Oké. Na, itt vagyunk. Nincs már messze. Mindig a háztetőn indul a balhé. Ezt észrevettétek? Mindig fel kell mászni a háztetőre. Na nézzük. Ez, nem viccelj már, hogy ezért csak egyet kapok. Hát akkor még egyet meg kell csinálnunk. You'll be reinforced before the master arrives. We'll post snipers on the roofs. The instructions are all here. Get to it. Jó. Think we should go with them. The master's elite bodyguards? I think they can handle it. Suppose you're right. I'd better find myself a place to wait before the rest of them arrive. Jó. Öld meg Lafeniért. Ha, ő már egy mestertag. 4 bejárat van, 42 őr, 4 vészharang és 5 rejtek. Hely. Jó. Na, minden esetre először is menjünk át. Szóval... hogy legyen ez, hogy legyen ez? Ott mászkál egy őr. Na, az a pályája. Lehet, hogy az kéne, hogy ezeket a vészharangokat kéne valahogy semmissé tenni. De ezen a részen csak egy őr mászkál, ne viccelj velem. Ez eléggé. Amatőr, mondjuk úgy. Mivel erre felé nem jön más, ezért ezt a két harangot simán. Oké.
innen nem tudom leasszaszinálni. Majd itt. Elméletileg itt más nincsen, szóval majd itt leasszaszináljuk. Oldalon is van még kettő. Lent vannak a népek, de a vészharangokat el kellene intézni először.